Üdvözlöm Önöket, ez itt a Cikádor magazin. Idén is rengetegen vettek részt pénteken, késő délután Bátaszéken az óvoda által szervezett Márton napon. Évek óta hagyománya van a felvonulásnak a városban. A gyerekek már hetekkel előtte készülnek rá dalokkal, saját maguk által készített lámpással. Palacsinta, zsíros kenyér, forralt bor, meleg tea, zene várta a felvonulásról visszaérkező tömeget az óvoda előtti placon. A Márton nap van ma, és föl fognak lépni az ovisok, és ennyi. És fel is vonultatok, igaz? Igen. Márton napozunk. És mit csináltok Márton napkor? Most mit csináltok? Fölvonulunk. És miért kell lámpás Márton napkor, azt tudod? Azért, hogy megkeressük Márton. És nézzék csak, Szent Márton történetét bizony minden kicsi ismeri. Szent Márton egy katona volt, és annyira szerették az emberek, hogy püspökké avatták, és amikor nem akart püspök lenni, akkor elbújt a libaholba, és a libák elkezdtek gágolni, és azt mondták, hogy itt a Márton. Végül Mártont 371-ben püspökké szentelték, és haláláig 398-ig segítette a rászorulókat. A római császár katonájaként szolgáló Márton, tehát a franciaországi Amiens városában egy hideg téli estén odaadta meleg köpenye felét egy koldusnak. Így kezdődik a legenda. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában, innentől kezdve pedig fordulat állt be Márton életében, Isten szolgálatába állt. A többiről pedig már tudunk, jóságáról már élete során is legendák keringtek. November 11-e tehát Szent Márton napja. Mint minden ünnepnek, úgy ennek is megvannak a saját hagyományai, népszokásai, jellegzetességei. Itt Bátaszéken évtizedekre nyúlik vissza az óvodások lámpás felvonulása, ami mára nagyságát tekintve is mondhatni, hogy igazi városi rendezvényé nőtte ki magát. Ez a nap, ez nagyon jeles eseménye óvodánknak. Most már tényleg hosszú évek óta, ilyenkor novemberben, Mártonnap környékén megtörténik ez az esemény, ez az ünnep nálunk. Nagyon nagy készülődés előzi meg mindig ezt a napot. Hát a gyerekek már egész héten készültek erre a napra. Igazából egy projekthetet terveztünk, ami annyit jelent, hogy különböző formában, különböző témákban dolgozták fel egyrészt a Márton napjához fűződő legendát, másrészt meg ugye óvodánk, mint hagyományőrző óvoda, ebből kifolyólag is, a másik pedig, hogy három német nemzetiségi csoportunk van, és ez a Márton nap, a Márton napi búcsú, ez a magyarországi németeknek ugye az egyik hagyománya, mert annak idején régen, november 11-én ők Márton napi búcsút szoktak tartani. Úgyhogy ez a kirakodó vásár, amit itt látunk, ugye ez kapcsolódik a német hagyományhoz, a búcsúhoz. A másik pedig, ugye a Márton legendája, pedig a jótékonykodáshoz, az önzetlenséghez, tehát ezeket a tulajdonságokat jeleníti meg. Ehhez a naphoz különösen sok babonát, szokást köt a néphagyomány. Mindemellett Márton nap a 40 napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jóízű és gazdag falatozás, vigasság megengedett. A népi hagyomány úgy tartja, ha Szent Márton fehér lovon érkezik, azaz Márton napján esik a hó, akkor enyhetén lesz. Amennyiben azonban barna lovon nyargalász, vagyis nem esik a hó, akkor kemény, havas térre számíthatunk. Ezek alapján jó esélyünk van a téli korcsolyázásra és a fehér karácsonyra idén. És persze, csak hogy képileg is a témánál maradjunk, a lámpásokról sem feledkezünk meg. A lámpa pedig ugye közeledünk a télhez, egyre többször kell, egyre hosszabb ideig kell felkapcsoljuk a villanyt, a lámpát, és ez azt jelenti, hogy legyen világosság minden házban, mindenki tudjon fényt vinni a házba, a lakásába, hát ehhez kapcsolódik. A napok egyre rövidülnek, és a külső sötétség egyre inkább hatalmába keríti a napokat.
Ebben az időszakban a fényt, amelyet eddig a naptól kaptunk, most saját magunknak kell megtalálnunk és minden lény felé sugároznunk. Ezért gyermekek esténként lámpással a kezükben járják az utcákat énekelve és kisebb ajándékot osztogatva. Ez az időszak előkészülete az adventi várakozásnak. Az adakozás a szívből fakadó adás megélésének az ideje. A lámpások az égi testeket jelenítik meg. Ezek az égi erőket szimbolizálják, amelyek az emberi lélek segítségével akarnak hatni itt a földi világban. A mártoni önzetlen adakozás megélése segíti, hogy minél tisztábban éljük majd meg a karácsony misztériumát. A világosság érkezésének hirdetése után pedig itt Bátaszéken a menet visszatért az óvoda előtti térre, ahol már zsíros kenyérrel, teával, palacsintával, a felnőtteket pedig forralt borral várták. Tíz százalékkal csökkenti a túlsó és az elhízás veszélyét a szoptatás, továbbá szoptatással akár a felére csökkenthető az olyan gyakori gyermekkori betegségek kockázata, mint a hasmenés vagy a különböző légúti fertőzések. Többek között erre kívánták felhívni a figyelmet Bátaszéken, azon a rendezvényen, ahol 66 2017-ben született kisgyermeket köszöntöttek ünnepélyes keretek között Bátaszéken. Továbbá elismerték azokat az anyukákat, akik sokáig tudták szoptatni gyermeküket. Együtt énekelnek gyermekeikkel a bátaszéki anyák. Ez is erősíti az anya-gyermek közötti érzelmi kapcsolatot, de meg sem közelíti azt a hatást, amit szoptatással lehet elérni a gyermek testi-lelki egészségére. Sőt, még az édesanyák jólétére is kihat, mivel felmérések szerint csökkenti az emlő és a petefészekrák, továbbá a magas vérnyomás kialakulásának veszélyét. A bátaszéki anyukák azt mondják, nem volt kérdés számukra, hogy szoptatni fogják gyermekeiket. Ezt mondja a gyermeke születése előtt védőnőként dolgozó Bótáné Gergics Inez is. Én azt gondolom, hogy a legjobb táplálék a egy babának, a legegészségesebb, nem, meg a maga a test közelség, a kontaktus, ami nagyon fontos az anya-gyermek kapcsolat miatt, úgyhogy nagyon jó dolognak tartom. A másfél éves Marci is születése óta kap anyatejet. Az egészséges szempontjából is meg hát nagyon fontos kötődés. Az anyáknak a hát háromnegyed része próbálkozik vele. Sajnos van, akinek ugye nem jön össze különböző okok miatt, de a többségük igen szeretné szoptatni a babáját. Az anyatej mindig a baba igényeihez igazodik, rengeteg immunglobulint, vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, mindig elérhető, és a baba igényeihez igazodik. Segíti a szülő-gyermek kapcsolat kialakulását, meg hát ugye az aranyóra az a legfontosabb, szülés utáni első két óra, akkor alakul ki leginkább ez a kötelék köztük, és hogyha az nincs meg, akkor sajnos ez befolyásolni is tudja a szoktatást. Nóra és Anna ikrek, a másfél éves gyermekeket nagymamájuk is elkísérte a rendezvényre. Együtt énekelt, táncolt unokáival. Igyekszik minél több időt tölteni velük, akik egyébként anyatejjel vannak táplálva születésüktől kezdve. Hetente kétszer vagyunk körülbelül itt, mert mi bonyhádiak vagyunk, de jövünk mindig az unokákhoz. Levelet gerebjézünk, mivel ősz van, ugye, levelet gerebjézni, söpörni. Igen, mesét olvasunk, mesés könyvet nagyon szeretik már. Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy ilyen alkalmat szerveznek a városba, és nagyon örülünk, és sok sikert kívánunk a szervezőknek, hogy legyen ilyen máskor is. A településen már hagyomány, hogy a város minden évben egy rendezvény keretében köszönti az előző évben született gyermekeket. Idén 66 gyermek és édesanyja kapott az ünnepségre meghívást. Most jelenleg a 2017-es születésű gyermekeket, illetve a szüleiket köszöntjük. Egy kis ünnepséggel, fogadással, kis játékkal, munkával várjuk őket. És így ez egyfajta gesztus. Igen, igen. Ezzel köszöntjük meg, hogy a legjobbat adják gyermekeiknek.
Mielőtt átadta volna az okleveleket, Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere a szülőknek, kifejtette, milyen fontos, hogy az édesanyákat és a legfiatalabb bátaszékieket ebben a formában is köszöntsék. Továbbá ez a rendezvény a szülők eszmecseréjére is lehetőséget nyújt, ahogy arra is tökéletes az anyateljes nap, fogalmazott Bozsolik Róbert, hogy a gyerekek egy kicsit közösségben legyenek. A város részéről mi mindent megpróbálunk megtenni annak érdekében, hogy a fiatal pároknak is segítsük. De három, most már 4 évvel ezelőtt bevezettük a szülői támogatást, próbáltuk támogatási rendszereket kialakítani, hogy ezzel is segíteni a családokat. Ezt közelében is szeretnénk majd folytatni, és bízom abban, hogy esetlegesen véleményükkel, javaslataikat ha megfogalmazzák, akkor esetleg a város más életében, más pontjain is tudunk olyan szolgáltatásokat, rendezvényeket tartani, ami mondjuk a kisgyermekes szülők számára fontos lehet, akár mondják el véleményüket a játszóterek kialakításáról, hiszen nagyon fontos, hogy ott is tudjanak találkozni. Az anyateljes nap egyik célja az is, hogy felhívják a figyelmet a szoptatás jótékony hatására. Felmérések szerint az anyateljes táplálás 10%-kal csökkenti a túlsúly és az elhízás veszélyét. Továbbá szoptatással akár a felére csökkenthető az olyan gyakori gyermekkori betegségek kockázata, mint a hasmenés vagy a különböző légúti fertőzések. Ráadásul az anyatej növeli az intelligenciát. Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Az építőipari termékek mellett már olyan termékeket is kínálunk, amellyel még szebbé varázsolhatja otthonát. Nálunk megtalálja a fali órát, konyhafelszereléseket és a háztartáshoz szükséges termékeket A-tól Z-ig. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, akkor azt azonnal megrendeljük, és napokon belül a rendelkezésére is bocsátjuk. Továbbra is kínáljuk a komplett hőszigetelő rendszereket nemes vakolattal, 100 négyzetméter felett egyedi árral, hogy önnel együtt otthon se fázzon. Ha a karácsonyi ajándékot keres, akkor azt nálunk biztosan megtalálja. Szakértő kollégáink segítenek abban, hogy a lehető legszebb ajándékkal sikerüljön szeretteit meglepni. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Az 1844-ben Hoffmann Lajos néven született bátaszéki Lajos könyvét mutatták be a városi könyvtárban. Csontos Sándor újságíró, művelődéstörténész, és Zeke Gyula író, történész. Tudta, hogy bátaszéki Lajos 1844-ben született bátaszéken Hoffmann Lajos néven? És azt tudta, hogy a kiszeni már fiatalon több nyelven beszélő író 1867-ben írt egy könyvet? Méghozzá nem is akármilyet, egy olyat, ami elsőként festett szatirikus rajzokat a fővárosról, jellegzetes figuráiról és mindennapjairól. A péklegényről, a házaló zsidóról, a kocsisról és a társas élet felsőbb régióiról. A Fővárosi Zsánerképek című másfél százada megjelent könyvét most magyarázott jegyzetekkel, korabeli illusztrációkkal és sokoldalú közéleti pályáját feltáró tanulmánnyal adták közre. A könyvet hol máshol, mint a bátaszéki városi könyvtárban mutatta be Csontos Sándor újságíró, művelődéstörténész és Zeke Gyula író, történész. A bemutatón az érdeklődőkkel igyekeztek minél több érdekességet megosztani a bátaszéki származású író életéről, tanulmányairól, zsenialitásáról. Már 15 éves korában verseket publikált, méghozzá ez már a pesti gimnázium, a Piaristi gimnázium évei alatt. Egyébként Baján megtaláltuk a helyi matrikulába, hogy hány évig járt, és ott van, hogy bátaszéki Lajos. 3 évig járt a bajai elemibe. És ott is a pesti gimnáziumban a helyi piarista tanárukhoz írtak egy ilyen verses kötetet, és abban publikált a 15 évesen az első munkáit. Ez még Hoffmann néven. Több írást nem is találtunk tőle, és ezután ő csak bátaszéki néven publikált. Ez akkoriban egyáltalán nem volt divat, tehát hogy egy zsidó vallású ember fölvegye a saját települése nevét. Később, évtizedekkel később már igen, de maximum akkor is azt csinálták, hogy megtartották az első betűt, tehát egy H, vagy egy V-t, és akkor azt magyarosították.
De ilyet nem nagyon ismertünk, pláne az 1950-es évek végén, vagy 60-es évek elején. Aztán ő a Pesti Egyetemen végzett, mint jogtudor, mint ügyvéd, mint jogász, és Bécsbe is járt 2 évet, ennek is megtaláltuk a nyomai. Tehát ebből következik, hogy meg korán elhagyta a települést, sajnos nem tudjuk, hogy mennyire járt ő vissza ide a szülőkhöz. Ennek a bátaszékinek egyszerűen mondhatjuk azt, hogy 2 arca volt. Tehát volt az ügyvéd, aki a száraz papírokkal és paragrafusokkal foglalkozott, a másik pedig az irodalom szerető újságíró, szerkesztő, aki ebben teljesedett ki. Hát és az egyik szakmájával, az előzővel kereste a pénzt, a másikkal költötte. Nem csak egy kiváló ügyvédet tisztelünk benne, egy jó írót, egy jó közepes írót, ha ezt így fogalmazhatunk, hanem az egyik legnagyobb szerkesztőt, újságalapítót, aki a 19. század második felében dolgozott. Nagyjából 28-30 lapot szedtem össze, amit ő szerkesztett. Ez egy irgalmatlan szám. És először Nagyváradra költözött, ahol például az első nagyváradi napilap alapítója volt és szerkesztője. Tehát akár Nagyváradon is kaphatna egy emléktáblát. Az ügyvédként dolgozó, de számos lapot alapító költő folyton vándorolt városról városra. Élt Baján, Nagyváradon, Békéscsabán, Aradon, majd néhány évet Pesten is eltöltött. Ott ügyvédi irodát is alapított. A könyvbemutatón elhangzott, munkássága folytán számos vidéki városban volt a szakma és a kultúra mozgató rúgója. Fontos információ, hogy bár az ifjú író néhány évet élt csupán Pesten, olyan korrajzot ad, ami páratlan a maga nevében, mert nem statisztikai adatokat ad közre, hanem a kor emberét, az akkori társadalmat írja le. Egy olyan 3-4 évet töltetett Pesten, mondjuk 4-et, amíg gimnazista volt a Pierestő gimnáziumban. És már úgy lép elénk ez a fiatalember az irodalom literatúra teljes fegyverzetében. Tehát olyan komplett munkát tett az olvasók elé, ami abban a korban ritkaság számba ment. 28 fejezetben ez a bántaszéki nem is az épületekkel, nem is magával a várossal foglalkozik, hanem a benne lakó emberekkel. A 28 fejezet mindegyike máshol játszódik, ugye kocsma, kávéház külön, lóverseny, egy zsinagóga, egy könyvesbolt, cukrászda, egy fővárosi képviselő életét bemutatja, Orfeum. Tehát azokat a hétköznapi élethelyzeteket, ahol az akkori emberek, polgárok léteztek. Bátaszéki volt az első magyar folyton vándorló, eleven szellemű és szociálisan érzékeny újságíró, a jogegyenlőség harcosa. Ez olvasható könyve ajánlójában. Az úgynevezett humorisztikus várostörténeti elbeszélésekben, novellákban tökéletesen kiviláglik, hogy ő minden társadalmi rétegben otthonosan mozgott. Az egyáltalán nem könnyű nyelvezetű, de igazán szórakoztató elbeszélésekből az is kiderül, hogy az író 7 nyelven is beszélt. A francia, héber vagy éppen az angol kifejezések ugyanis megjelennek a műben. Hiánypótló regionális karata versenyt, ha úgy tetszik, mini cikádor kupát rendezett a Bálteszéki Sportegyesület karate szakosztálya. Ebben a mezőnyben egyértelműen a gyermekosztály dominált, a csöpségek sokassága mutatta meg magát a tatamin, az ömében Bálteszék, Baja, illetve Mohács vonzás körzetéből érkező klubok képviseletében. Egy olyan verseny, ahol a 10-11 éves már idősnek számít. Egy olyan verseny, amely az abszolút kezdőket szólítja meg. Egy olyan verseny ez a bátaszéki, ahol a forma gyakorlatok, az úgynevezett katázás, mivel gyerekekről van szó, kiemelt szereppel bír. Egy olyan verseny, ahol igyekeznek az edzők a kisebb-nagyobb karatékákba beleplántálni, ha nem kapsz érmet vagy esetleg oklevelet, nem jött el számodra a világ vége. Ugye ez a 14. bátaszéki őszi bajnokságunk, amit annak idén 13 évvel ezelőtt indítottunk azzal a céllal, hogy
a kezdőknek, vagy a bátaszéki kezdőknek, a bátaszéki utánpótlás tömegeknek valamiféle olyan versenyzési lehetőséget találjon ki, ahol a körülmények bár profik, mert ugye látjátok itt a háttérben, hogy ugyanazokat a technikai eszközöket vonultatjuk fel, mint a többi nagy versenyünkön, de mégis egy homogén kezdő környezetben tudnak fölkészülni a későbbi versenyzésre. Bártaszék után a tolnai Faddi régió is élt a lehetőséggel. Bali Ervin edző el is hozta szinte valamennyi újonc, illetve kezdő és már teljesítő képes tanítványát is. Egész jól állunk az utánpótlás vonalon, hiszen az utánpótlás gyerekek, mint ahogy a helyszínen is látszik, elég sok gyerekre el tudtam jönni, összesen 20 gyereket neveztem a mai versenyre. Nem panaszkodom, lehetne nyilván jobb is, szeretném is, hogy egy picit magasabbra fel tudnám emelni a létszámomat, hiszen a 2019-es évben új tervén vannak, és egyfajta imidzsváltás történik a klubon belül, és szeretnék felállítani egy A és egy B versenyzői keretet. Minden bizonnyal az A kategóriába fog tartozni Szarka Bence, már ami a forma gyakorlatokat és a küzdelmet egyaránt illeti. A bátaszéki versenyen ott jártunk, hogy még nem kezdődött el a küzdelem, amit nagyon várt Bence, és meg akarta nyerni, ám a katában már egy első helyet begyűjtött a Tolna 6 közös klub új reménysége. Nagyon jó érzés, hogy első hely lettem, nyilvánvaló. Nem voltunk olyan nagyon sokan, egy kata kellett csak. Aha. Nem volt olyan szoros a verseny, de végül is fejlődtél. Mennyiben erősebb vagy, tehát anyagerősebb a gyakorlatod? Igen, igen. És a kivitelezés, ez tulajdonképpen visszanézett tükörből is. Mit mond Bali Ervin, amikor a katát bemutatod edzésen? Hát meg van velem elégedve, nagy átlagba, és szerintem én úgy érzem, hogy én is sokat fejlődtem. A házigazdai máron Szekszárdot is a vonzás körzetének tekintő bátaszéki klub abszolút a kezdő csöpségekre koncentrált. Nem is indultak a régiós és országos viszonylatban amúgy meghatározó klub képzettebb, fiatalabb versenyzői. Az ovisokkal kezdődik a küzdelem, a legfiatalabbak egyébként 2015-ös születésűek, tehát nem is gondolom, hogy ők majd emlékezni fognak arra az élményre, amikor ők először versenyeznek, hanem szinte ebben szocializálódnak. És a legidősebb gyerekek a 2003-2004-es születésűek, tehát ez kimondottan az óvodásoknak és az általános iskolás korosztályoknak tartogatjuk ezt a programot. Nagy Ákos Amondó hiánypótlónak azért ne nevezzük ezt a bátaszéki viadalt, ám mégis valami pluszt igyekszik nyújtani bensőséges hangulatával, díjazásával, a gyerekekre való fókuszálásával ez a rendezvény. Rengeteg kezdőverseny van az országban, de a kezdőket sokkal nehezebb megmozdítani, tehát sokkal nehezebb egy kezdő karatékának, illetve a szüleinek azt elmondani, hogy most akkor üljünk be az autóba, és menjünk el Budapestre, vagy esetleg az ország más pontjába versenyezni. Először itt helyileg kipróbáljuk idézőjelesen ezeket a gyerekeket, hogy lelkileg mit bírnak, megpróbálunk mindent megadni annak érdekében, hogy sikerélménnyel tudják zárni ezt a versenyt, és akkor később talán a szülőt is és a gyermeket is könnyebben rá tudjuk beszélni majd egy távolabbi kezdőversenyre. Ami a bátaszéki ESE karate szakosztályának idei még hátralévő programját illeti, vissza van a szokásos évvégi Európa-bajnokság, amelyre hosszú idő óta minden évben népesebb csapat utazott ki, s a nagyszerű eredmények sem maradtak el. Nos, a közelgő november végi dublini EB-t sem rendezik meg bátaszéki karatékák nélkül. Ám ezúttal, mivel erről többször szóltunk, a generációváltás időszakát írja szakosztály, jóval kisebb küldöttséggel csak 5-6 versenyzővel utaznak ki az ír fővárosba. Ennyi volt mára a Cikádor magazin, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk bátaszék friss híreivel, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!